Valery Zaluzny ukrán vezérkori főnök pénteken kora délután arról számolt be, hogy két orosz rakéta haladt át Moldova és Románia légterén, mielőtt elérte volna Ukrajnát. A kaliber típusú rakétákat a Fekete tengerről lőtték ki. Az Ukránszka Právda hírportál a légi erő idézve azt írta, Ukrajna ki tudta volna lőni a rakétákat, de nem tette meg, mert nem akarta veszélyeztetni külföldi országban élő civilek életét. Nem sokkal később Moldova megerősítette Zalozsné beszámolóját és elítélte légtere megsértését. Az incidens miatt sürgősen bekérették az orosz nagykövetet a külügyminisztériumba. Ezzel szemben a román védelmi tárca jelezte, nem tudja megerősíteni, hogy orosz rakéta haladt volna át az ország légterén. A minisztérium közlése szerint a román légtér ellenőrző rendszer észlelt egy manőverező robotrepülőgépnek tűnő tárgyat, amelyet a Krimfél sziget közeléből indítottak egy orosz hajó. De az csak Moldova légterébe hatolt be, Romániáéba nem. A tárca információi szerint az eszköz röppája legközelebbi pontján 35 kilométerre volt a román határtól. Moldova területén már több alkalommal találtak rakétamaradványokat maradványokat az ukrajnai háború kezdete óta, viszont Románia esetében először került volna sor légtérsértésre.